לומדים מתוך הספר זוהר לעם, כרך י"א, מועדים, בעמוד 90. A Zohar mindenkinek könyvből tanulunk, első fejezetből, a Savuot ünnepéhez kapcsolódó cikkekből, és az első cikk az a Cacavech, a parancsolat című, amely a Macot és az Omer számlálás alcímet viseli. Kérdéseket lehet föltenni a Kabbala TV-n keresztül, és a kivázott kérdések ki lesznek sugározva a lecke során. 62-es pont. Tehát a Macot és az Omer számlálás. Meg kell tartanotok a kovásztalan kenyér evésének a tilalmát. Ez az a hely a Malkutban, amelyet úgy tartunk, hogy megtartás. És innentől kezdve meg kell tartanotok a Macotnak az evését 7 napig, csak meccesztelhettek, ezt parancsolom nektek. Ez a 7 nap a macesz ünnepe, amely nem azonos a szukotnak a 7 napjával, mivel a szukot az a felső szintek, a Gahat Nahim de Bina, amelyek azon felemelkedését jelentik és ráöltözését. Azonban ez az ünnepe a macának, itt alul van a Hagat Nahim of Malkutban, amely azt jelenti, hogy a szukotkor nekünk teljes halellel, azaz belső imáknak a sorozatán kell keresztül menni, és ezek az ünnepei a macesznek nem jelentenek teljes halelt, azaz, és ezért a 7 napig itt alul macesz kell enni, és írva van, hogy a macest vav nélkül kell írni, amely azt jelzi, hogy még a vav magas szintű napjai nélkül kell ezt tenni, amiben nincs benne az erempim. 63-as pont. És ez a jelentése a macesz ünnepének, amely szentséggel van áthatva, mivel a húsvét ünnepének első napja óta, amely azt jelenti, hogy a felső abeve imának az erejhatja át, amely felemelkedik és ráöltözik a zonra, és ilyen módon miért van az, hogy a Malkut, de mikor, és ezért feltetjük a kérdést, hogy a Malkut mikor ereszkedik vissza a saját helyére még egyszer. Ez azonban azt jelenti, hogy visszaerkezik a saját helyére, de mégis a szentségi növekszik, és miért mondjuk azt, hogy az abeve ima az leereszkedik alulra az alsó 7 napon is. 64-es pont. Írva van, hogy az embernek önmagáért kell áldozatot hozni, és ez jelzi azt, hogy valaki, tehát mindenek előtt a saját házában kell áldozatot hozni, és a Malkut először valóban meg szentséggel telévé válik, és áthatja az első 9 napja a húsvét ünnepén, és az embernek bűnhődnie kell azért, hogy Izrael alul felemelkedjen, és ez a szentsége való átadás, ez újabb felemelkedés kell jelentsen, mert a királynőnek a háza, az a Malkut, a szentsége lesz átadva, és felemelkedik, és összekapcsolódik a magas napokhoz, amik fent nyilvánulnak meg, és ilyen módon, mivel nincsen hiányos spiritotásban, minden változás a helyben nem jelenti azt, hogy hiány történik az egyik helyen vagy a másik helyen kapcsolatban, és ezért működik, lép át az egyik helyről a másikra, hanem sokkal inkább egy új hely adódik hozzá az eredetihez, és ezért az első hely teljes egészen megmarad, ugyanúgy, mint a következő hely, ahol felemelkedik a spirituális edény. Ennek megfelelően a Pészák első éjszakáján, amikor azon felemelkedik az Abave imához, és a Nukva az stabilizálódik az Abave ima mohinjaiban, a Nukva megmarad alul a saját helyén is, és a hét szfirája, a Hagat Nehiden Nukva, az alul megmarad a saját helyén, és ezt úgy nevezzük, hogy a Nukva háza. És bár ez olyan, mintha a Nukva felemelkedne, ő nem hagyja el a házát ugyanakkor, és kiderül, hogy a korrekció, amelyet a Nukva megkap, az első éjszakáján a Peszáknak, az nem az ő otthonát érinti, hiszen az alul maradt az alsó szinteken. Amikor a bűnbocsánat megtörténik, akkor először önmagának kell az embernek megbocsájtani a saját házában. Ezért a Peszak első éjszakáján a Malkut elkezd megszentelődni, ahogy írva van, hogy önmagának bűnbocsánatot ad,
és ezért ő megkapja a korrekciót az emelkedésén keresztül. És amikor szentsége lesz áthatva, ő bűnbocsánatot nyer a házában, mivel az ő háza, ami az ő hét firája, a Hagat Nehi, amely alul maradt, és nem emelkedett föl vele együtt, az még nem kap bűnbocsánatot, ami azt jelenti, hogy az imának a mohinjait, mivel a bűnbocsánat napja az az ima maga, ezért neki le kell ereszkednie, és vissza kell süllyednie a malkutnak, és szentséggel kell láthatni a saját házát. Ezért az első, persze első éjszaka után a malkut visszaereszkedik az abamai imától a saját helyére, és az ő hét szfíráját szentséggel hatja át alul. És ő szentséggel hatja át Izraelt alul, amely által Izrael megtartja a szavakat, hogy tartsátok meg a Matesz ünnepét hét napig. És ezáltal a hét nap, ami a Hagat Nehim szfíráknak felel meg alul, melyeket úgy hívunk, hogy az ő háza nőnemben, tehát a Malkuté, korrigálásra kerülnek, mivel ezeket áthatja a szentség, mivel a Malkutnak fel kellett emelkedni. Ez a jelentése annak, hogy a Malkutnak, a királynőnek a háza a szentséggel van áthatva, a Malkut felemelkedett, azaz a hét nap után, az emelkedett hét nap után korrekciót kap a saját helyén, és neki föl kell emelkedni a Malkut Amave imájához még egyszer, és ez pedig az Omer számítások alapján történik meg. 65-ös pont. És ez az, amit nekünk számolni kell. Számolnunk kell az Omert, amely napok azt jelentik, a számolással a magas napokhoz viszonyítjuk, a Zerampinnak a szfíráihoz, a férfihoz, és minden egyes alkalom, amikor az ember belép ezekbe a Zerampinnak ezen a magasztos napjaiban, legyen az ima vagy dicsőítés, a saját lábain kell állnia, mivel az ő lábai és a teste azok azonossá válnak az Erampinban, ugye a magasságokat tekintve, és a testnek a saját erejéből kell megállnia, nincs hozzáadva a nő, amelynek szokás szerint ülnie kell, sőt, a felső világok imái alatt is a saját helyén kell maradnia. Ezért a férfi fény, amely felülről lefele ragyog, gárnak tekinthető, ezért az összes rostok szof, habat hagat nehi szféráknak használva kell lennie a fény beöltözéséhez, és ebből kifolyólag az embernek a saját lábain kell állni, miközben imádkozik, vagy dicsőíti az Erampint, amelyik a férfi, hogy az ő nehi részei, amelyeket lábaknak hívunk, használatban legyenek. Azonban a női fények, melyek alulról felfele ragyognak, amelyek a vaknak tekinthetők gár nélkül, és ebből kifolyólag nekik csak rossra van szükségük, és tokra, habat, hagat részeire az edénynek, hogy ráöltözzenek a ruhás és nefes fényei. És ilyen módon a lábak, a nehi üresek maradnak fény nélkül, teljes mértékben inaktívak maradnak a parcufon belül, mintha valaki egy széken ült volna, amikor a lábait nem használja. Ezért sabatkor, vagy a Malkut ima ideje alatt, ami ugye a női erő, a férfinek ülve kell maradnia szintén, és nem szabad használnia a lábait. Ez azért van így, mert ilyen módon ellentétes viszonyok érvényesülnek a fények és az edények között, amikor a kelim nehi részeinek a hiányai a gár fényeinek a hiányával azonosá válnak. 66-os pont. Amikor az Omer számítása a férfinak felelően jelenik meg, azaz a Zerampin felső szfiráinak, a nőnek nem kell részt venni ebből a számlálásban, nincs kötelezve a számlálása, csak a férfi, nekik össze kell kapcsolódnunk helyes módon, azaz, az összes férfinak meg kell jelennie, ami azt jelenti, hogy a férfiaknak meg kell jelenni, a nőknek pedig nem. Ez azt jelenti, hogy mivel a szövetség a férfiak között jön létre, nem a nők között, mivel a férfi felül az Zerampin,
és a nők erre nincsenek kötelezve. 67-es pont. És ezeknek a magas napoknak a hét napján, amelyek az Eránfénhoz tartoznak, az egyik alsóbb napokban a Malkut megkapja a szentséget, és ezekben az alacsonyabb napjaiban a Malkutnak, amelyet a hétnek nevezünk, mivel ezeket szentséghatja át a felső hét nap által, és ilyen módon mindegyik a hét felső napnak megfelelően az ötödik napon keresztül, beleért az utolsót is, fényeket kap. Más szavakkal, az ötödik nap az nem tartozik az alsó napok korrekciójához, és amikor ők a 49 felső napokon keresztül a Malkuthoz kapcsolódnak, akkor az ő hetedik napjai azok szentsége lesznek áthatva. Ez azért van így, mert minden egyes nap a felső hét napon keresztül van korrigálva, meg a Hagat Nehi de Hesed de Zarampin szintjének felel meg, és a Hesed de Malkut is korrigálódik ezáltal. És a Hagat Nehi de Gvura de Zarampinon keresztül a Gvura de Malkut is korrigálva lesz, és ehhez hasonlóan mindegyik korrigálva lesz a Malkutban, és ezt hívjuk egy hétnek, mivel ilyen módon belépnek a felső hét nap szentségébe, és ezért van írva, hogy nekik teljessé kell válniuk szombatra, amely azt jelzi, hogy az alsó hét nap, a Hagat Nehin de Malkut, amely mindegyikét hétnek nevezzük, és ez azért van így, mivel ezek nők, tehát női minőségek, mivel az alsó hét szfirája Malkutnak van kapcsolatban velük, és erről mondva van, hogy ez egy női formában van éberül, hogy neki teljessé kell tenni a sabatot. És amikor a Malkut hét szfirája át van hatva szentséggel a 49 felső szfira által, és a háza a Malkut szfiráinak nem kapja meg a korrekciót az első éjszakáján a Peszáknak, amely által a nő korrigálódna azzal, hogy egyesül a férjével, a Malkutnak összekötetésbe kell kapcsolódni a Zerampinhoz, amelyet úgy nevezünk, hogy a Savot hetének az ünnepe, amelyen név a Nukvotból, amely a Nukvának a többes száma, amely a Malkut hét szfirája együtt, amelyet hét-hétnek nevezünk, amelyek magas napoknak számítanak, amely a 49 napja a Zerampinnak, melyeket szentség hat át, és ezért van írva, a heteknek az ünnepe, melyek azt jelentik, hogy a te heteidnek az ünnepe, és nem az van mondva, hogy a heteknek az ünnepe önmagában, mivel a hét szfirája a Malkutnak, amit heteknek nevezünk, szentséggel van áthatva, az a Savot nap jelentése is, és ezért Izrael alul szentséget kap ezekkel egyetemben, mivel Izrael alul kizárólag a Malkut szentségétől függ, amelyektől ő megszerez. És ilyen módon ezért van mondva, hogy a te heteidnek az ünnepe. 69-es pont. Mivel el kell érni a 49 napot, amely a felső napoktól függ, ezért az 50. nap a Bína kormányozza a 49 napot, a 49 firáján keresztül a Zerampinnak, amely a Tóra teljességét jelentik, ahol a Zerampin Tórának nevezzük, és amelyben belül 49 arc jelenik meg, és akkor ezekkel az alsóknak a felébredésén túlmenően, ezeken a magasztos napokon, az 50. napon, a Bína 50. napján keresztül jön létre az Zerampin Tórája, amely azt jelenti, hogy az ő gárjának a mohinjai minden 49 fényt áthatja, amelyen keresztül korrigálja a 49 napot, és a 49 nap számolását. Ebből azt látjuk, mondja Rav, hogy mennyi változás történik, amin a felső szint átmegy, amíg az alsóban egyetlen érzik, különböző változás történik. Tehát van 49 változás ezzel Zerampinban, és ez csak 7 változást okoz a Malkutban. Na most nyilván ez azt jelenti, mondja Rav, hogy a felső az minden egyes cselekedeten keresztül végrehajt valamit az alsóban annak érdekében, hogy kiépítsen az alsóban valamit, egy új érzéki különbözetet, és ezért minden érzéki különbözeten keresztül kell menni az alsónak, hogy amit a felső sugároz rá, és akkor az alsó valóban egyetlen hatalmas érzéki különbözetben lehet. Ez azt jelenti,
Tehát minden minőség a Zerampinnak, az egy részvételt jelent a Malchut egy minőségében. Ezért 7x7 a Zerampinban, az 7 változást okoz a Malchutban. Tehát 49 állapoton megy át a Zerampin, és így 7 állapoton megy át a Malchut. Tehát a felső így működik, tehát nagyon sok érzék különbözet van a felsőben, míg az alsóban valami megváltozik. Mert az alsó képtelen egy csomó felső változást meg átéli. Freudába kezdődé, hogyan juthat el egy kabala tanuló oda, hogy elérje a maximális számlását az Omernek, tehát ezt a 49 kollekciót érzékelje, ami az Omer számítása benne van. Ez még nem a mi számunkra van. Ez a tanulás cím okán van, tehát hogy milyen mértékű befolyás jön a felső mechanizmusból a mi irányunkba, mert minden felülről jön, és hogy az embernek valóban vágya kell, hogy legyen arra, hogy a felsőben egy bizonyos fajta minőséget megérjem. Tehát, hogy hogy lehet elérni valamit, amely az alsó minőségeit megadja. Tehát ez jelenti a... És nyilvánvalóan az azt is jelenti, és ezért kell megértenünk, mit jelent a sötétség az ember számára, hiszen ez a fénynek a házában lévő sötétséget jelenti. Tehát meg kell, hogy értsük, hogy egy olyan fajta állapotban vagyunk, hogy a sötétség is adjuk az ember felett. És ilyen módon kell egy hithű kapcsolat elérni a teremtővel és a fénnyel, és ez a hát állapotot jelenti, hogy ezt korábban már megállapodtuk, vagy megvitattuk. Hogy ez egy, ugye, tehát hogy az, hogy az igaz állapottal ellentétes állapot a hát-hát, de ezt még nem tudom képes meglátni az igazságot a minőségeim hiánya miatt. Tehát annak ellenére, hogy képes vagyok az ellentétességet felfogni, ez azt jelzi az én számomra, hogy nekem a mínuszból a pluszba kell változtatnom magamat, nekem kell megváltoznom, hogy érzékeljem az igazságot. És ez a fény az én számomra. Tehát az ahorány állapotból kell nekem az igazság állapotába belépnem. Ez így működik. Ezért nagyon sok kérdés bukkan föl természetesen az Omer számlálása kapcsolatosan. Tehát amikor meddig lehet ezt a hiányt fenntartani? Nyilvánvalóan az emberek bizonyos dolgok kárt okoznak egész, hogy nem korrigáljuk őket. Na, a nagypap fog kérdezni, mondja. Rab, lama nachnu mitzaynim davka et a hod sebehod besvirat ha'omer? Rab, miért a harmadik napján említünk meg valamit az Omerből? Ezt most nem értettem, ne haragítok. Hát meg az ideje, mondja Rav. Figyelj! Na, most Rav rajzol. Hesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Itt van a 10 szféra. או אם אנחנו מדברים על
זה בזרמפין. vagy ugye ez az erampin. Ez az erampin, az egész. Ez az erampin matkilim kilim de kabala. Hol kezdődik az erampinon belül a megszerzési edények területe? A megszerzési edények a necachtól kezdődnek. Tehát eszed gúra tiferet, ez a keter okma bína tulajdonképpen. A necach az erampin. A hod az malhut, ugye? A jeszod az egyfajta összegzés. És a malhut az pedig az minden magába foglal. Tehát a felső fény, amikor belép, hogy korrigálja az edényeket, az a zerámpint eléri, majd pedig belép a malhutba. Tehát ugye van a 33, hogy kell elérni a 33. szférát? Sheva, mitaknim, gvura, mitaknim, tifert, mitaknim, necach, mitaknim. Tehát, hogy ezeket 7-7 szféránként korrigálja a fény a zerámpinon belül. Sheva, mitaknim. Mi zerámpin? A or nichnas li tikun le... Malchut. Tehát ilyen módon a zerámpinból a fény az korrigálja a necaktól a hodig, ugye? Ugye heszed gúra, tiferet, necak és hod, ugye mindig ezeket... És aztán belép a hod de hodba, akkor itt vége van. Ugye ez a korrekciója a zerámpinnak. Tehát semmi más nincs, amit korrigálni kéne. Ez az, amit a fény elér, messziről ragyogva, ugye? És minden más, a maradék, ugye ez a rendszerben a belépés jelenti, tehát kiderül, hogy 7-7-7, amely összességében 33, ugye, mert ez csak 28 nekem. Ez hogy lehetnek a 4-7, ez csak 28, de ez 33 szférának írom, most ezt nem teljesen értem. Tehát jön a felső fény, belép a rendszerbe, korrigálja a rendszert, ahogy ezt a Omer számításnál tanuljuk. Tehát jön a felső fény, ugye elrendezi az én edényeimet. Minden edény áldást kap, az áldás azt jelenti, hogy a korrektőt kéri a megszerzésen keresztül, és a korrekcióra gondol, mit jelent ez, milyen helyen jelent, meg milyen szférában jelent ez meg, mi, hol jelent meg ez a vágy bennem. Tehát és én addig nem lehetek biztosabb, hogy ez a korrekció megindul, addig, amíg a felső fény el nem éri a hod, de hod szintjét az erempinon belül, az az én belső malhutom határa. Mert a hod, de hod után ugye, tehát, itt, tehát ez a... Tehát a Yesod és a Malchut van ott még, és aztán van 7 szféra itt, a további 7. Tehát mindegyik a Yesodon és a Malchuton belül van még 7 szféra, amit az Elampinhoz tartozik, ugye? És... Shavuot.
És akkor itt van ez a Savot, ugye? A Savotnak a szintje. Kabbalat a Torá. A Or, mint Galébi, Kola, Malhut. Ez a Tórának, a Tóra fényének a megszerzése. És ilyen módon kapja meg a Malhut, az Erampinon keresztül a Tóra fényét, hiszen a Tóra az az Erampin. Hát mi tanultuk, hogy Savotkor mi történik, ugye? Tehát erről sokat tanultunk már. Mondja rá. Ez a mennyasszony éjszakája, ugye, ami itt megtörténik, amikor ez teljes egészében fényt kap. Tehát tanuljuk el, semmi új nincs benne. Tehát a Malhut az Erampin által van korrigálva. Ugye az 50. napom. És amikor mi elérünk a Savotig, ez a 33. nap, és akkor a fény belép, és minden más, a Jezod és a Malhut, és a Hod utáni szférák, ugye így lép be a Jeszodba, azért ez az utolsó hét, ahol most a piros pötty áll, az a Jeszodnak a szférája, és utána jön a Malhut, ugye? És akkor megtörténik a zibuk a fénnyel. De erről kérdezzetek, mondja Rav. Majd elmagyarázzuk ezt a azt a rádióadásra gondolt Rav Vasán. Megint Viga kérdez. Tehát ez az évben, tehát ez amiről beszélünk, tehát hogy ez számolál, így számoljuk, hogy úgy számoljuk, ez hogy történik ez meg, hogy áll ez elő. Tehát ez a folyamat, ez az egész évben történik, vagy csak az évnek ebben a szakaszában érvényes ez? Hát persze, mi a mi világunkról beszélünk, akkor nyilvánvalóan a spirituális világnak egyfajta másolatáról van szó, és nyilván ez a mi számunkra azt is jelenti, hogy nekünk le kell válnunk a térről, az időről, és csomó más dologról, tehát nyilván ennek megfelelően kell ezeket megvizsgálnunk. Oké, de ez a folyamat, ez nem történik automatikusan, vagy automatikusan történik, vagy én részt vagyok ennek a folyamatnak, és én csinálom ezt a dolgot. Nem, mondja. Semmi nem történik automatikusan. Ez azt jelenti, hogy te nem veszel részt ebben a folyamatban, akkor egy ellentétes módon jelenik ez meg az időben való felgyorsítás által. Most ez az időben való előadás által, és akkor neked jobban kell részt venned. Oké, de ez az egész folyamat, akkor megtörténik. Akkor ez azért történik, hogy reformáló fény magamra vonom, tehát nem értem pontosan, hogy ez a dolog hogy és mikor történik meg. Ez a folyamat, ez azért történik meg egy feltétellel, hogy az ember akarja ezt a korrekciót, rész akarja lenni annak, hogy a Zerampint és a helyreállítja magában a Malhut, és nyilvánvalóan ez azt is jelenti, hogy a fény és az edények elérésben vannak egymással, tehát a fényt magára vonja a Malhut 49 szinten keresztül, ugye, amit itt tanulunk, tehát 7x7 szinten keresztül, és így korrigálja a lelket. És ez azt is jelenti, hogy 7 szférát kell magába foglalnia. Tehát, és mindegyikben van 7, ugye? Tehát a 7x7 az 49, és ez a fény bevonása által van korrigálva, amely reformál minden egyes szférát. De mi a Hod a Hodban? Tehát hogy kell ezt érteni a Hodat a Hodban? Ugye Hesed Gúra, Tiferet, Netzach Hod. Tehát amikor mi... Ez az alap.
Mindenek, hiszen amikor mi belépünk a hód állapotba, akkor ez elegendő nekünk, hogy a lelkes struktúrában levő egyéni malhut, az a generális az általános korrekció útjára tudja lépni, és ez azt is jelenti egyben magyarabb, hogy a 33. nap után nekünk teljessé kell tennünk ezt, és nekünk ugye mindig a fény megváltását kell kérni, hogy elegendő fényünk legyen arra, hogy tovább tudjunk lépni. És nyilván a korrekciónak a fénye az egész évben világít ránk, tehát nekünk a jövő ünnepének örömét éljük meg a Savótkor, ugye a Savót az a Tóra átadásnak az ünnepe is. Jó, de akkor ez a maximum, amikor ezt átlépjük. Tehát amikor föltárul a teremtő a teremtmény számára, ez a hod, tehát a hod a hodban? Ugye a hod szférája a hodon belül? A hod a hodban, az csak egy pont, amikor én, ami azt szimbolizálja, amikor egyfajta korrekciós szintet elértem, nincs itt erről, nincs többről szó, mint ez. De még egyszer, amit mondok, hogy sok érzéki különbözet jelentedik meg. Tehát pontosan azáltal, hogy hozzáadok még valamit, és az edények mindig megmaradnak, amikor a 33. Omer nap után vagyok, nyilván van a legvaskosabb edények is bennem vannak, ugyanúgy, és nekem további munkát kell majd végeznem, de mégis az a tény, hogy a fény szétárad bennem, az Omer fény, amely ugye a Torának a fénye, ez további munkát jelent majd az én számomra, ez a fény belépett az edényeimbe. Tehát ha megéritek ezt, akkor jól megértitek, de most menjünk át a leszke következő részére.